Sziasztok, drága hallgatók! Egy extra adással jelentkezünk ma. Régi ismerős a vendégem, újra találkozunk. Hányadszorra? Meg nem mondom. Kamerák előtt. Most nincsenek kamerák, most csak mikrofon. Most csak mikrofon előtt. A vendégem Backpacker Bori, és a mai témánk az Burning Man. Sziasztok! Ahol nem régen voltál. Így van, augusztusban. És képzelre kaptunk megkeresést, hogy téged interjúztassalak meg. Annyira jó. És, jó, ez egy jó téma egyébként. Jó téma? Jó téma, igen, igen. Lehet róla sokat beszélni. Szereted? Igen, a barátaim már annyira nem. Tehát, hogy nyilván azért egy ilyen 3 óra után kicsit elfáradnak az én sztoriaimtól, úgyhogy örülök az ilyen megkereséseknek, mert akkor lehet róla beszélni. Szuper. Anélkül, hogy ideges. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, meg az egész sztoriba, ezt Budapesten az InGame e-sport és virtuális valóság árkád pubban veszük föl, ahol ha valaki erre jár, akkor gyertek be, nézzétek meg, e-sport összecsapásokat lehet nézni, részt venni benne, lehet csocsózni, illetve virtuális valóságban lehet mindenféle dolgot csinálni. Van még egy utazós játékuk is, amit majd egy későbbi podcastben remélhetőleg bemutatunk vagy kipróbálunk. Úgyhogy InGame Klauzál utca 26-28, Facebookon megtaláljátok őket. Ez volt a reklámhelye. És egyébként tényleg tök jó a hely. Hát, ez meg már nem feltétlenül a reklámhelye, de három wow-t. Hangulatos, nem? Három wow-t, azt benyomtam, amikor bejöttem, az biztos, úgy hogy ez milyen jó. Úgy egy nappali. Tök jó, tényleg nagyon jó. Hatalmas kivetítő. De van egy tök nagy bár, ami szerintem ez mindig előny. Igen. Egy nappaliban is. Szóval Burning Man, hol kezdted az egészet? Mikor hallottál először róla? Indiában hallottam róla először egy utazótársamtól, ez egy izraeli srác, aki egyébként a mai napig az izraeli Burning Man-nek az egyik szervezője. És meséltem neki annak idején a Bakancsistámról, ez 2013-ban volt, akkor pipáltam le az 5. elemet, ami egy egzotikus helyen töltött szilveszter volt. Goán, nem? Goán, igen, igen. És akkor másnap január 1-én elkezdtünk beszélni, hogy mi volt ez, meg mi pipálgatok, meg mi ez. És akkor meséltem neki a bakancsistádra, és mondta, hogy tudod, mit kéne felrakni a bakancsistádra? A Burning Man-t. Én meg, hát azt majd én eldöntöm, hogy mit rakok fel a bakancsistádra, de mi ez? És mondta, hogy hát ezt nem nagyon tudom elmondani, amikor hazamészek a néz utána. És akkor ez történt, hogy hazamentem, akkor elkezdtem nézni mindenféle dokumentumfilmeket, ami egyébként már sejtett valamit, hogy dokumentumfilmek készülnek egy fesztiválról, nem is egy, nem is kettő. Tegyük rá, mi volt az első? Tehát mit tudsz róla, mit mondanál a hallgatóknak? Mert lehet, hogy valaki nem tudja, hogy mi az, hogy Burning Man. Én szerintem az első, ami engem ért impulzus, amikor elkezdtem az interneten erről kutatni, hogy a sivatagban egy ilyen Mad Max-szerű összegyűlés, és hogy mindenki nagyon keményen be van öltözve, és mindenkinek ez a maszk van, meg szemüveg, meg nem tudom. Ez már alapból megadja ezt a Mad Max hangulatot, és ugye kín vagyunk a sivatagban. Ugye nekem ez volt az alap, és ez akkor egy, erre... Ez egy többnapos fesztivál kín a sivatagban. Ez egy egyhetes fesztivál, de most amit tudni kell róla, hogy igazából most már, hogy túléltem, átéltem, túléltem, most már inkább úgy fogalmaznék, hogy ez egy emberi kísérlet. Egy emberi kísérlet arra, hogy 70 ezer ember hogyan tud egymással együtt élni egy hétig, úgyhogy csak 10 alapszabály tartja őket össze, és kikerülünk a jelenlegi társadalomból. Tehát egy új társadalmat építünk fel, a 10 alap elv, alapszabály. El tudod sorolni a 10-et? Szerintem így nagyon durván kapásból nem, lehet, hogy kihagyok egy-kettőt, de elkezdem mondani, igen. Tehát az első az a radical self-reliance, tehát az, hogy teljes mértékben magadra vagy utalva, ez később nem teljesen így lesz, de az, hogy amikor te kimész, akkor minden kaját, piát, vizet, mindent magadnak viszel ki, sátrat, minden teljes mértékben, tehát ebből a szempontból magadra vagy kvázi utalva semmit nem vásárolhatsz, nincs pénz, ami nagyon kemény. Innen jön a második, egyébként általában ez egy ilyen, ez nem szokott tisztelni az embereknek, azt hiszik, hogy itt barterezés van. És a barter az ugye azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy add ide a teádat, én meg odaadom a sapkámat. De ez nem így működik, hanem úgy, hogy van az úgynevezett gifting, ez is egy alapelv, tehát ajándékozás. Ajándékozhatsz, ez lehet fölösleges ajándék, lehet nem fölösleges ajándék. E köré épülnek a táborok. Tehát ez úgy néz ki, hogy vannak különböző úgynevezett team campek. Bocsánat, a felét angolul fogom mondani, mert magyarul egyébként van most már fordítása, mert van egy magyar burning közösség, és tök jól lefordították egyébként, Juhé Burn-nek hívják őket.
oltári, baromi jó, 50 fő, imádom, majd remélem jövőre eljutok oda is. De hogy ennek van magyar fordítás, csak én nem vagyok teljesen tisztában ezzel, hogy hogy szerintem van. Maradunk az angolnál, remélem, hogy azért a hallgatók azért értik. Szóval vannak ezek a team campek, amiben lehet csatlakozni. Na most minden ilyen tematikus tábor, az kitalálja, hogy mit ad bele a közösségbe. Tehát, hogy mondjuk van egy tábor, azt mondja, hogy én egy bárt fogok üzemeltetni, a másik tábor azt mondja, hogy egy éttermet fogok üzemeltetni, a harmadik minigolfpályát, a negyedik akrojóga csoportokat visz, és rá meg lehet tanulni, és ebből van 1200. Tehát óriási az egész Burning Man. És akkor ez ugye úgy néz ki, hogy semmiért nem kell fizetni, de gyakorlatilag nagyon sok mindent megkapsz. Tehát az alkohol az korlátlan mennyiségben van, és nem kell érte fizetni. A kaja az nem úgy van, hogy kimész, és akkor lesz egy giroszt ott a büféknél, hanem jössz, mész, és akkor találsz valami helyet, ahol éppen van, adnak valami nachoszt, vagy valami hasonlót. Én azt ajánlom, hogy azért inkább készülj magadnak. Mi egy kis gázfőzőt vittünk, és akkor azzal főztünk magunknak. Igen, tehát akkor ami nagyon fontos még, az a no trace. Tehát, hogy nem hagyunk magunk után nyomot. Ez szemét. A szemét, bármiféle, ezt én még ilyet nem láttam életemben. Tehát az, hogy kimegy még 10 000 ember bulizni, ugye csak a 70-ből, és akkor reggel 7 órakor vannak a legnagyobb bulik, a napfelkelte bulik, mondjuk akkor tényleg ott van 10 000 ember, és amikor elmegyünk a sivatagból, tehát azt a részt, ahol buli volt, azt ott hagyjuk, akkor konkrétan egy cigi sincs eldobva, tehát semmi. Én még ilyet életemben nem láttam. Konkrétan vannak ilyen vadászatok is, hogy bármi, ami a földön van, és nem oda való, azt úgy hívják, hogy matter out of object. Igen, matter out of place, azt hiszem. Tehát move. És hogyha látsz mondjuk egy cigi csikket a földön, bár nem a tiéd, akkor is fel kell venni. Ezt hívják moopingnak. Tehát akkor is ebből olyanok vannak, hogy én például rajta mindenki röhögött, tehát én erre nagyon rákattantam. Szerintem mindenkinek a kis tucait. Hát nem sok van, de mondjuk volt egy reggel, amikor bringáztam, mert ugye viszel bringát, tényleg elkezded mondani, hogy mi van, és akkor ugye mindent el kell magyarázni, hogy mi hogy van, de bringával közlekedünk. És bringáztam reggel az egyik utcácskában, és akkor már a harmadik szemetet vettem fel, vagy a harmadik múpot vettem fel, ezt ilyenkor szépen összegyűjtött, hazaviszed a saját táborodba, és ott kidobod a saját szemetedbe, és elmentem egy csörös doboz mellett. És így elmegyek mellettem, mondom, nem érdekel, már én veszem fel, tehát nem igaz, mert ez van a harmadik, most már nem, és mentem tovább, mondom, nem, ez a fesztivál, ez nem erről szól, itt felveszik a szemetet, és akkor visszafordultam, és felvettem, és ahogy nyúlok, vagy ilyen fel akartam menni, és ahogy nyúlok érte, hogy elkezdett mozogni, és kiderült, hogy rá volt kötve egy horgászbotra, és 25-en kezdtek el megtapsolni, tehát volt egy ilyen gárda, akik így fishing, ez hippie fishing, ugye, de és jó. Volt egy gárda, aki ilyenkor, hogy igen, te csinálod, jó, egy igazi múper vagy, és adtak medált, meg nem tudom. Jó, nem, jó. Úgyhogy innentől kezdve iszonyat múper lettem, és akár merre mentem, én elkezdtem üvölt egy múp, és megállítottam a bringámat, leszálltam, összeszedtem minden szemetet, úgyhogy az összes barátom nagyon röhögött rajtam, hogy én ezt ennyire komolyan veszem, de a régiek azok általában ilyen komolyan veszik, igen. Azt mondtuk már, hogy hol van? Ja, Nevadában van. Nevada. Igen, ez lehet, hogy egy fontos információ, hogy ez, igen, ez a nevadai sivatagban van, a Black Rock sivatagban van. Ez egy nagyon-nagyon erősen védett terület. Ez valahogy annak idején 30 évvel ezelőtt kibulisszák, hogy akkor oda ki lehet menni. Ugye a kis 50 fővel, vagy nem tudom hányan indultak, nem indultak túl sokan. És az volt a megállapodás, hogy nem hagynak maguk mögött semmiféle nyomot, akkor lehet folytatni, és akkor lehet menni jövőre. Úgyhogy ez azért nagyon fontos, ez a leave no trace, hogy jövőre is vissza tudjunk menni. Egészen odáig fajul ez a dolog, hogy amikor összepakoljuk a táborokat, akkor egy gerebével végig kell menni, és a legapróbb, legkisebb szemetet is felvesszük. Tehát teljes mértékben vissza kell állítani azt az eredeti állapotot, ami volt. Én ezt imádom. Az igazság, hogy annyi minden dologról lehet mesélni, és így próbálom összeszedni. Megvan, szerintem megvan három. Hallgatóknak megvan, hogy kb. Egy valami, még egészítsük ki, hogy valamilyen végegyszerbe jut ebből a 10. Persze, akkor ami még nagyon fontos, ez nem fogom magyarul tudni, vagy semmilyen, ezt még angolul sem tudom kimondani, mert olyan neveket adnak neki, ami angolul is borzasztó nehéz. Ez a decommodification, ami azt jelenti, hogy semmiféle reklám nem jelenhet meg, és semmiféle üzlet nem jelenhet meg.
Tehát, hogyha te oda hozol valamit, mint tehát a Google csapata elmegy, arra nem kéne, hogy tudják, hogy ez a Google-nak a csapata. Tehát le kell takarni mondjuk letakarsz, a márkajeleket. Nincsenek márkajelek. Úgy, hogy mondjuk a ruházatodon, hogy nem lehet egy mondjuk egy Nike. Jó, ez igen, hogyha nagyon, ha már nagyon komolyan vesz, akkor nem. Igazából ez, láttam olyanokat, akik mondjuk az utánfutójukat szépen letakargatták, ők csinálják egyébként jól, tehát ez tényleg így kell, hogy az utánfutóra rajta van mindenféle hirdetés, hogy itt vegyél út vagy bérel utánfutót, ezt nagyon sokan már nem takarják le, de hogy semmiféle gazdasági tevékenységet nem folytathatsz, ami baromi jó, ami nagyon izgalmas, én ezt nagyon szeretem. Az összeset nagyon szeretem, meg az összeset magaménak érzem. Akkor még mellette van, várján, a radical inclusion, ami azt jelenti, hogy mindenkit elfogadunk úgy, ahogy van. Hát ebben az elképesztően iszonyatosan jó, hogy alapból mindenki egy hoz egy valamiféle önkifejezést. Ez az öltözéken, ez is egyik alapérték, hogy radical self-expression, tehát önkifejezés. Innentől kezdve megszűnnek azok a stílusok, amiket itthon megszoktunk. Tehát az, hogy mondjuk én most a hallgatóknak mondom, hogy például bakancsban vagyok, egy bőnadrágban vagyok, egy csapkában vagyok, ez jelenthet valamit, nem kifejezetten vagyok egy szubkultúrának a része, de akár akarod, akár nem, még hogyha nem üzen kifejezetten semmilyen szubkultúrát az öltözéked, akkor is üzen valami szubkultúrát az öltözéked. És ezek megszűnnek a Burning Man-en, és ez, tehát nincsenek goások, nincsenek... Aki akarsz, és olyan idétlenül... Te, ha be akarsz öltözni zöldnek, akkor beöltözöl a zöldnek aznap. Nagyon sokan mesztelenek például, és ez tehát hogy az érdekes, hogy ez, tehát hogy nincsen mögöttes tartalom, hanem ő azt mondta, hogy ma mesztelen akarok lenni. És hogy nincs olyan, hogy ezzel azt akarom kifejezni. Van, amikor volt egy lány, aki messze volt, és rakott magára valami vérnyomokat, vagy nem tudom, ott valamit akart kifejezni. Ez ugye egy művészeti fesztivál. Ez is egy tök fontos dolog, hogy nem egy zenei fesztivál, és mi nagyon hozzászoktunk a zenei fesztiválokhoz, úgyhogy nincs nagy színpad, nincs semmi ilyen dolog, hanem ez egy művészeti fesztivál, és te része vagy a kiállításnak. Tehát amikor így körbenéz, és minden mozog körülötted, és minden világít, és ugye ott vagy a sivatag kerős közepén, akkor az, hogy ennyire erősen kiöltözött emberek vannak, az iszonyatosan sokat dob rajta. Nem muszáj kiöltözni, de én nagyon ajánlom, hogy én láttam két embert, aki nem volt kiöltözve, de azt hiszem, hogy ők egy művészeti projektet csináltak. De szerintem ők így, mert ott álltak egy térképpel, amit még nem láttam egyébként a Burning Man-en, ilyen teljesen normális volt ezekben, és csak mutogattak, és szerintem egyébként ez egy művészeti alkotás volt, vagy egy ilyen sok művészeti alkotás teljesen idióta. Tehát, hogy például volt egy csávó, aki söprögetett a sivatagban. És akár még amikor valaki átbringázott azon a területen, amit felsöpört elvileg, akkor így elkezdett mutogatni, hogy hát nem látod, hogy én dolgozom, és csinálta 3 órán keresztül. Tehát rengeteg ilyen teljesen elmertek dolog van. Úgyhogy azt hiszem most már 6-ot elmondtam, és akkor biztos, hogy van. Ja, az, hogy a jelent megélni, az is egy nagyon fontos része. Egymásra szólni, hogy nagyon sok program van, és azt mondom, aki bár volt akár egy szigeten, és aki mondjuk nem elsőre megy szigetre, az egészen pontosan tudja, hogy tök mindegy, hogy este 8-kor megbeszéltél valakivel, hogy találkozott a nagy színpadnál, azt idővel el kell engedni. Tehát kimészek, és ezt megnézem, azt megnézem, ezt megcsinálom, azt megcsinálom. Ezeket el kell engedni, nem szabad tervezni, az történik, ami történik. És ezt elég gyorsan megtanítja neked a sivatag, hogy néha így elveszítesz embereket, de egy másodperc alatt, és akkor, na hát akkor, most akkor megyünk tovább. De van a communal effort, az az, hogy ez erről már beszéltünk gyakorlatilag, hogy mindent együtt rakunk össze. Tehát van ez a hiába készül össze mindennel, ami lehet, azért hogyha ha például ez is alapszabály, hogyha melletted építenek egy sátrat, akkor odamész és segítesz. Ugye ez egy teljesen normális dolog az, hogy mindig mindenkinek segítünk. És azt hiszem, hogy ez most már szép lassan körvonalozza, hogy mi az, ami ilyen tök fontos a Burning Man-ben, hogy egy feltétel nélküli szeretet és egy feltétel nélküli kedvesség alakul ki 70 ezer ember között. És nekem ez volt, amire azt mondja, ez egy emberi kísérlet, az, hogy feltétel nélkül szeretnek.
az, hogy mindegy, hogy ki vagy, mindegy, hogy honnan jöttél, mindegy, hogy mi van rajtad, rengetegszer jöttek oda hozzám, hogy mennyire elképesztően jó kisugárzásom van, vagy megdicsérték a hajamat, vagy csak odajöttek és megöleltek, és azt mondják, hogy helyed van itt, és ezt mondjuk nyilván, hogyha itt, ebben a közegben csinálnak az emberek itt Budapesten, az úristen, te bolond vagy. De hogy ott meg ez a norma. És akkor valaki kérdezte tőlem, na jó, de mi van azokkal az emberekkel, akik így pufognak, meg akik így nem ezek a típusok. És az a tök jó, hogy ha valakit beraksz egy olyan közegbe, ahol 69 ezer ember így viselkedik, és mondjuk van 1000 ember, aki nem, az 1000 ember a harmadik napra már át fog alakulni. És ez valami elképesztő, hogy tényleg ugyanúgy, ahogy a rosszra is meg tudjuk tanítani egymást, a jóra is meg tudjuk tanítani egymást, és akár arra, hogy hogyan fogadjuk el egymást. És az, hogy egymás elfogadása, tudod, mi volt a legérdekesebb? De az is tök jó volt, hogy engem elfogadnak úgy, ahogy vagyok, és hogyha egy olyan tütűben vagyok, amiben mindenem kilátszik, akkor sincsen probléma, és nem vagyok valami. De az, hogy én egy idő után én sem ítéltem meg a többieket. És akkor jöttem rá, hogy mennyi ítélkezés van bennem egyébként, még úgy is, hogy már 8 éve világutazó vagyok, és hogy próbálom azért teljesen kitárni magamat és mindent befogadni. Még így is elképesztően sok ítélkezés van bennem. És ez szépen lekopott rólam, és egy ilyen nagyon nagy fellélegzés az, hogy nem kell már többet ítélkezni. Ez megmaradt máig? Tehát mostanáig kitartott? Jobban meghallom saját magamat, amikor ítélkezem. Aha. És másokat is, amikor ítélkeznek. Rájuk nem szólok, mert nem ítélem el, hogy ítélkeznek. Azért jók ezek, ez a 10 alapérték, és azt hiszem, hogy ezt is tanultam meg belőle, hogy volt egy pillanat, amikor elmentem, kerestem a WC-t, vannak egyébként tojtolyok, meg beszéltünk majd erről a részéről is, de hogy kerestem a WC-t, és jött egy srác ki valami kocsik közül, és kérdeztem, hogy bocsi, nem tudod, hogy hol van itt a legközelebbi WC, és mondta, hogy hát nem tudom, de hogy én ide pisiltem, ugye az autó mögé, meg így, mondom, figyelj, az annyira nem király, de milyen nem, de hát egy nem látják. De ja, csak tudod, van ez a 10 alapszabály, vagy alapérték, és hogy hát van ez a no trace dolog, és hogy de tényleg nem látják. Hát nem látja senki. Meg így tudod, abban a pillanatban esetleg, hogy vannak emberek, akik nem tudják elfogadni, hogy az autokritest. Hogy van valaki fent, aki meghoz mondjuk 10 szabályt, és akkor az alapján kell élni, és akkor lehet ilyen kibúvókat keresni. Értem. Aha. És ez a 10 alapérték, ez mindenkiben benne van, és mindenki érti, hogy miért csináljuk. És ez egy tök jó dolog, hogy nem szabályokban gondolkozom, hanem értékekben és alapértékekben. És egyébként ez az egész, ez a értékrend, lehet, hogy mondani, hogy ez tényleg egy kísérlet, egy társadalmi kísérlet, hogy ott mindenki máshogy viselkedik. Akkor ez teljesen így összeállt neked már mielőtt oda mentél, vagy azért volt csak egy elképzelésed róla, hogy ez milyen lesz? Hogy mennyire tudtál így azonosulni vele azelőtt, hogy oda mentél? Hát ezzel nem tudtam azonosulni, ezt nem tudtam. Az ember szép, jó, meg akarom. Gondolom nem az volt a célod, hogy ezt így inkább a látvány, a kaland, igen, meg inkább ez igen, volt igen, az, ami vonzott benne, nem? Te képzeld el, hogy mi úgy mentünk, hogy 13-an mentünk barátok, innen-onnan a világból, mm-hmm. és ebből 11-en Virgin-ek voltunk, vagy szüzek voltunk, tehát nem voltunk még a Burning Man-en előtte, és ketten voltak, akik már voltak. És sajnos azt elfelejtették számunkra közölni, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy te amikor egy táborba mész, akkor ez egy olyan tábor legyen, ami ad is valamit a közösségnek. És azt mondták, hogy hát menjünk olyan táborba, ahol nem kell dolgozni. És mondtuk, hogy jó, hát menjünk olyan táborba, ahol... Nem tudtam, hogy ez az alapja. Tehát az az alapja, hogy te beállsz délelőtt, nem tudom, 5 órán keresztül dolgozni, akármit is üzemeltet a táborotok, és akkor utána jössz, mész és visszakapod. Ez a sharing economy, igen. Valamit te adsz, pontosan. És kapsz, valaki teljesen mástól pedig visszakapod azt, igen. Amire neked van szükséged. Így van. És akkor úgy mentetek oda, hogy ez a két ember így szervezte már le, hogy ne kelljen dolgozni. Hát, hogy olyan tábort választottunk, ahol nincsenek ezek az úgynevezett shiftek. És hogy de nekünk... hogy nekik pont már tudniuk kell. Így van. És én pontosan azért döntöttem el, hogy én erről fogok beszélni elég sokat. A Burning Man-ről. Én tudom, hogy én csak a 10%-át tudom annak, hogy mi ez az egész. De ez az egyik legfontosabb szerintem. Tehát, hogy ezekről beszélni, és minden lehet beszélni arról, hogy de rohadt jó, ilyen nagyon szexin felöltözni,
meg milyen jó, hogy ingyen van az ital, meg milyen jó, hogy mit tudom én. Tehát, hogy ezekről lehet beszélni, de ezek abszolút tök fölösleges dolgok ahhoz képest, hogy mekkora értéket teremt ez a fesztivál. Tegnap egy jó barátommal beszélgettem, ő tavaly volt ki, és azt mondta, hogy az legyen az első kérdésem, hogy te mit vittél, mint mi az, amivel készültél. Hát igen, hát ez a baj. És olyan bűntudatunk volt, mert hogy nem... És ott derült ez ki számodra. Igen, igen. És az a baj, hogy mondjuk ez az ajándékozás is olyan volt, hogy így nem igazán értettem ezt az ajándékozást. Tehát van az az ajándék, amit így viszel, én például kaptam zoknit, meg kaptam ilyen zét, tehát mindenféle tök jó dolgokat lehetett vinni. Alapvetően maradjunk annyiban, hogy én sokkal többet szeretnék adni, mint amennyit most adtam. Én azt gondolom, hogy kezdőként én megbocsájtok most saját magamnak, de az jó, hogy azonnal átjött, hogy itt, hogyha visszamegyünk, akkor biztos, hogy egy olyan táborba szeretnénk menni, ami igazi értéket ad. És közben nem tudtam mondjuk keresni valamit, amivel, ahol dolgozhatsz, ahol segíthetsz, azt mondod, gyorsan kitalálsz valamit, amivel te tudsz a közönségnek. Csinál, igen, igen. Masszázs, nem tudom, csinálsz róla, nem tényleg. Kiáltunk egyébként egy... Ingyen ölelés, csak hirtelen olyan dolgot, amit tudsz ugye adni, mert itt rengeteg olyan dolog van, vannak kézzelfogható dolgok, így van. De valaki például szűr egy csapkát, és akkor odamész, tetszik, viheted, ennyi, igen. Viheted. A másik, ő például, amit hallottam ezt, hogy mondjuk mexikóiak, egész nap tortillát csinálnak, oda jössz, kérsz, viheted is, és hogy, de vannak olyanok, akik például szolgáltatás, masszázs, tanítanak jogázni, bármilyen dolog, ami zenélni. Egy másik jó barátom, amerikai lány, ő egy hegedű előadással készült, de jó. És azt ott elő többször. Tök jó dolgok vannak. Mi a végül is azt csináltuk, hogy volt egy nagyon meleg nap, és akkor volt nálunk egy ilyen industriális permetező. Aha. És akkor azzal kiálltunk, és akkor ott locsoltuk a népet. Na ez már olyan? Igen. Hallottam egy olyat is, hogy volt egy embermosó. Hogy ugye az van, az van. Mondom, és valaki egy ilyen nagy nyomású zuhany, vagy egy ilyen permetezővel téged. Az nem úgy van. Azonnal sokkal izgalmasabban van. Csak úgy állhatsz be, hogy valaki más mos meg téged. Aha. Tehát, hogy effektíve párosával mentek be, és akkor egymást mossátok le, és általában idegen emberekkel is teljesen messzen, ott tilos kamerázni, tehát ott teljesen tilos kamerázni, meg fotókat készíteni, de ez úgy van, hogy sorba állunk, és a mögötted álló fog megmosni. Jaj, tehát hogy... Teljesen, igen. Én oda nem álltam végül be, de ott akkora sorok vannak. Tehát ezt kell érteni, hogy egy ilyen fesztiválon ledől minden korlát, ledől minden... ilyen a mi életünkben megszokott normák. Ebben szerint én nagyon biztonságos helynek tartom arra, hogy a határidat tologást. Mm. Tehát, hogy például lesz, hogy beállni egy ilyen automosóban. És rengeteg workshop van, nagyon sok szexuális workshop van egyébként, általában BDSM és tantra irányban. Engem személy szerint a BDSM nem érdekel, a tantra igen, de oda csak párosával lehetett menni, és úgyhogy végül is nem mentem. Kb. 50% a workshopoknak az ilyen irányú. Alapvetően nagyon sok irányba tudod tolni a komfortzónádat, és egy nagyon biztonságos keretet ad annak, hogy ezt megtedd. Hát most szerintem már teljesen megvan az embereknek a kép, hogy miről szól. Mennyi idő alatt szerveztétek? Kicsit logisztika. Mennyi idő alatt szerveztétek? Hogyan szerveztétek? Mi kellett hozzá? Hát én hallottam már a jó barátomtól, hogy azért ez nem egy olyan egyszerű dolog jegyet szerezni sem, mert hogy ide van belépőjegy. Van, igen. Hogy ez nektek hogy ment? És tényleg akár gyakorlati tippek, hogyha valaki el akar menni, vagy csak hogy lássák, hogy mennyire nem csak az, hogy én na most elmegyek egy fesztiválra, hát nem. És veszek egy jegyet. Én 5 éve vágyom erre. Ide kimenjek, többször meg is próbáltam jegyet venni, nem sikerült, és egyébként idén sem sikerült az úgynevezett main szélen, meg előtte sem, meg utána sem. De ez egyetlen olyan esemény, amikor az úgynevezett early bird jegy az 4-szerese. Várjál, 3-szoros az eredeti jegyárnak. Tehát 400 dollárra. 420 dollárra normál, és akkor 1200-ért tudod megvenni az early bird jegyet. És ebből tudsz 4-et venni egyébként. Szóval ezzel indul az árazás, meg a jegyértékesítés, nyilván ebből sokkal könnyebb. Na most ez azért van, mert ezekből az árakból fizetik ki a low income jegyet, tehát hogyha nincsen, bizonyítani tudod, hogy nincsen túl magas bevételed,
akkor el tudsz jönni, azt hiszem 150 vagy valami hasonló belépőért, és ugye a gazdagok fizetik ki a szegényeknek, hogy el tudjanak jönni. Tehát aki meg tudja venni az elején ezt, akkor abból ki tudjuk termelni azt, hogy a szegények is el tudjanak marad jönni. Marad még egy, úgymond a alacsonyabb bérre rendelkezőknek, vagy mind. Azt hallottam, tehát hogy volt egy év, amikor 50 ezer ember volt a tető, és gyakorlatilag egy nap alatt eladták az összes jegyet. Nem tudom, hogy akkor hogy volt, de most több lehetőséged van, hogy jegyet vegyél. Énkor mindig az van, hogy először regisztrálnod kell magára arra, hogy jegyet vehessél. Azt lezárják egy nappal korábban. Tehát, hogyha már nem készültél fel, ugye 3 nappal korábban, hogy te jegyet fogsz venni, akkor már esélyed sincsen. Majd megnyílik az adott értékesítés, ebből 4 fajta van. Van ez a pre-sale, tehát az early bird gyakorlatilag, ahol 1200 dollárért tudsz venni jegyet. Van a main sale, a legnagyobb, ott azt hiszem, ott adnak 50 ezer jegyet el. Az konkrétan úgy van, hogy időben ott vagy, tehát tudod, hogy mikor fog megnyílni a kapu. Online, igen. Időben ott vagy, mert én egy fél órával korábban már ott vagyok a weboldalon, nem kell frissíteni, hanem szólnak, hogy akkor bent vagy a sorban. Állsz 2 órát a sorban. A gép előtt ülsz, és várod, hogy mi történik, és akkor 2 óra után mutatják, hogy akkor ez elfogyott. Úgyhogy fél órában korábban ott voltál. Tehát inkább azt mondanám, hogy talán ez inkább valamilyen lottószerűséggel mehet, én nem hiszem el, hogy ezt algoritmus nézni, tehát tök mindegy. Hogy sikerült akkor? Azt mondják a burnerek, hogy aki eldönti, hogy ki megy, az fog is jegyet szerezni, és ez velem is így volt, hogy én azt mondtam tavaly, hogy 2018 lesz az év, amikor én Burning Man-re megyek. 6. ha szakad, és idén sem sikerült a main sale-en jegyet venni, és aztán jött az egyik barátnőm, és megkopogtatta a vállamat, hogy nem kell egy jegy. De ez konkrétan így történt. Akkor neki sikerült. Neki 10-et sikerült venni a mélyébe. Aha. Tehát ő azt csinált, hogy rá az összes barátját beizította, hogy regisztráljanak számára, és akkor ők vettek neki jegyet, és véletlenül 10-et sikerült venni, és akkor ezeket az így... Azóta, hogy na, akkor megyünk Burning Man-re. Akkor megyünk sokan, igen. Tehát a 3-nak adott jegyet, és akkor ő a szüleit is kihozta például, tehát hogy ilyenek. És aztán még van az Oh My God sale, tehát hogy van még egy utolsó, nem tudom, 5000-et még ott meg tudsz venni, és utána van a belső kereskedési oldal, ahol cserebelélnek jegyek gazdát. Nagyon-nagyon nem oké az, hogy te profitot csinálsz belőle. Tehát ugye most már szerintem a hallgatók is érzik, hogy itt ez nem állja meg a helyét, hogy te megveszed 420-ért és eladod szépen ügyesbe. Jön a kérdés, hogy akkor mit csinálnak ezzel a rengeteg pénzzel, hogy oké, hogy de fejenként azért mindenképpen 50-60-70 ezer emberszer mondjuk 400 dollárt, és mindenki saját maga után eltakarít mindent, akkor mi van ezzel a rengeteg pénzzel? Valaki mégis jól jár, nem? Szerintem annyira nagyon jól nem jár. Tehát, hogy, vagy ez a közösségé, vagy nem is tudom. Nem a közösségé. Tehát nyilván azért van egy csomó dolog, amire nekik oda kell figyelni. Rangerök vannak, akik figyelznek ránk. Vannak olyanok, amiket ők üzemeltetnek, tehát van egy-két tábor, amit ők üzemeltetnek, elég kevés, de van. Az egészségügyi tábor, van egy ilyen újrahasznosító tábor, van egy-két, hát most idézőjelben mondom színpad, ezek nem igazi színpadok, hanem ugye vannak ezek a mindenféle úgynevezett art car-ok. Tehát a mutáns kocsik, amikből szintén 1200 darab van, rátában minden tábornak van egy kocsia, ami ilyen teljesen átalakított autók, és akkor nekik is van egy-két, azt hiszem, hogy van 2, ami ilyen óriás Burning Man, és ezek több milliárd forintba kerülnek, elképesztő, hogy az mondjuk hogy néz ki. És amire szerintem még kell pénz, az, hogy ezt a rendszert fenntartani, ezt nem lehet önkéntesekkel. Tehát az, hogyha te, ez egy napi 8 órás munka előtte, alsó hangon én szervezek egy-két dolgot, és egy-két ilyen rendezvényt már szerveztem. Nekem is ezek a pici 200 fős rendezvények, amiket én szervezek, azért benne van 3-4 havi munkám. Most gondolj bele, jó, mi vagyunk, nem tudom, 10 a csapatba, de hogy egy ekkora dolog megszervezéséhez iszonyatosan sok ember kell, és őket meg kell fizetni. Tehát nyilván megy az ő bérükre, de hogyha nincsen ott valaki, aki ezt minden évben nagyon lelkesen megcsinálja, hát vagy éhen hal, vagy pedig nem tudja teljes erővel tolni azt, hogy ez tényleg ott legyen, tényleg meg legyen szervező. Hogy mondjuk ezek a mutáns kocsik át legyenek vizsgálva, hogy nem okoznak-e balesetet,
hogy az összes művészt valahogy odahozzuk. A művészeti alkotások odaszállítása pénzbe kerül, azokat kifizetik. Tehát szerintem ez nem úgy van, hogy ebből iszonyatosan sokan nagyon-nagyon meggazdagodnak, hanem úgy van, hogy vannak emberek, akik ebből élnek, és ez szerintem abszolút mértékben rendben van. Hát én nagyon szívesen kifizetem, szerintem nem annyira csak drága. Egyébként nem. Meg az is, hogy ez egyszeri belépés, ameddig benn vagy, ha te egy hétig vagy, ha egy órát vagy, ez egyszeri belépés. Igen. Ami még nekem egy felmerült így, vagy egy sivatagban van, ahol nincsenek se utak, se semmi. Akkor én miért nem lehet az, hogy valaki csak úgy fogja, és akkor nem tudom, éjszakról bemegy, igen. Hogy ilyenek vannak-e? Illetve azt tudom, hogy van olyan, aki ejtőernyővel ugrik be. Igen, a Szigetre is megcsinálták egyébként. Hogy nem lehet itt csak úgy belugni, vagy nem is akar senki, vagy... Szerintem olyan ember, aki már volt a Burning Man-en, nem fogja ezt megcsinálni, mert egész pontosan felméri, pont az alapértéket miatt, hogy miért van erre szükség. Aki esetleg újonc és ezzel próbálkozik, hát azért egy sivatagon kell magadat valamilyen úton, módon átküzdeni, és ott vannak azért rangerök, tehát ott van valaki, ki figyel. Egyébként még nem vettük észre, hogy mennyire viccesek ezek a rangerök, mi amikor sorban álltunk, 9 órát álltunk sorban, egyébként, bocsánat, hogy bekerüljünk. Igen, és az egyik haverom az így, ugye álltunk a sorban, ez egy 8 sávos út, tacska, így a sivatagon, amit előre kijelölt ilyen bóják között megyünk, és hát a haverom az így elment lefotózni ezt, és kiment a sávok közül, és egyszer csak megérkezettek, szerintem egy ilyen 2 másodpercen belül ott volt a ranger, és így mondta neki, jön vissza a srác, azt mondja, ez röhögve, hogy ezek hülyék, hát azt mondták, hogy így nem ászkáljuk oda, mert el fog ütni valami. És sivatag kereskedésben nincs ott semmi, és akkor ahogy beértünk a Burning Man-re, akkor megértettük, hogy itt ők is csak poénkodtak, hogy nyilván azért küldték vissza, hogy így ne vesztél el, mert jön egy nagyobb homokvihar, vagy igazából porvihar, ez nem is homokvihar. Irgalmatlan, iszonyan durva, tehát az orrodig nem lehetsz. És hogyha kint vagy mondjuk ott, a sivatagban, tehát nem a pályán, ahol mi sorba álltunk, és 10 métert odébb mész, és jön egy ilyen porvihar, nem találsz vissza. Tehát egyszerűen tényleg életveszélyes ott kint lenni, és nagyon vigyáznak ránk, tehát hogy ott azért van egy tök jó kis rendszer. Nagyon édes ott mindenki, tehát egyszerűen így visszagondolok, és haza akarok menni. Ja. Tök jó. Tényleg, logisztika. Megvan a jegy, de hát innentől még minden saját magadnak kell intézni. A kaját, a fiát, ellátást, hol fogsz fürdeni, vécézni, aludni, stb. Úgy, hogy Amerikában. Hogy csináltad? Volt az a másik, hogy az a lány, aki adta a jegyet, egyébként ő amerikai, vagy illetve Amerikában él. Ezért nála meg tudtunk szállni egy hetet. Tehát a felkészülési idő, én nekem minden az örembe potyant most. Én nagyon nagy mezi volt. Ezt mondják, hogy igen, azért ha a playa az készen áll, hogy te megérkezz oda, akkor az elején... A playa az a fő része, ami az egész... Az a sivatagos része, így van. Ahol minden zajlik. Igen, tehát vannak a táborok, meg van a playa, ami a... Ugye sokan láttatok már biztos róla képet, ez egy félkör alakú... egy óra szerint van egyébként a számozás és minden, és amit a körbe fog, az a playa, tehát a játszótér gyakorlatilag. És akkor mindig mondják, hogy amikor a playa, azt úgy kezelik, mint egy picit ilyen istenség lenne, vagy nem tudom, tehát a playa, majd a playa, amikor készen áll, hogy fogadjon, akkor majd jöhetsz, és ez tényleg így alakult számomra, hogy nekem elég sok minden lett szervezve. Tehát az én feladatom az volt, hogy ami a sok minden, az azt jelenti, hogy az egyik srác elője állt azzal az ötlettel a mi csapatunkból, hogy a szállást azt ne egy lakóautóval oldjuk meg, ami egyébként iszonyat drága, hanem építsünk szigetelő panelekből egy jurtát, amit látta az internet, ami meg lehet csinálni. 11 perces, konkrétan egy YouTube videó. Hexa jurtja. 11 perces videót talált. Szerencsére ez egy mérnök srác, és ez a srác nagyon fel volt készülve, úgyhogy ő egyébként Virgin volt, de ő nagyon durván ráfeszült, és akkor Excel táblázataink voltak, mindent kiszámolva, darabszámra, miből mennyi kell, hány felé osztjuk, stb. Mi 3 ilyen jurtát építettünk. Ezeket a jurtákat úgy kell elképzelni, hogy vannak ezek a szigetelő panelek, ebből vettünk jó sokat,
és akkor utána össze kell gyakorlatilag szikszalagozni őket, de nem mindegy, hogy milyen szalaggal. Van egyszer egy szigetelőszalag, majd utána pedig egy ragasztószalag, és egy speciális módon kell őket kivágni és összeragasztani, utána egy harmonika szerűen össze tud őket hajtogatni, föl egy platós kocsira, és akkor ki, és utána, amikor kint vagy már a fesztiválon, akkor felállítod még egy óriási szalagozás körbe, meg minden irányba, és akkor most kész. Most nem menjen be. És akkor nem, igen, meg ugye vettünk alá egy ilyen anyagot, hogy ugye nem a földön aludjunk. Hihetetlen módon bevált, ez volt a legolcsóbb megoldás, és a legjobb megoldás, tehát úgy, hogy jöttek át hozzánk pihenni, meg hűsölni az emberek. Jó ide is volt benne? Igen, ja, meg építettünk magunknak légkondit. Azért jó volt egy mérnökkel menni. Nem, tehát, hogy így, azért okay, hát így. Vödörből építettünk. Igen, tehát egy ilyen... Mert azt mondta, hogy sátrazott, de utána még egy hét múlva is a ruháim, tehát mindenhonnan homok jön elő, mert hát képzeljétek el, sivatag közepén homokvihar, mindenhol benn van. Tehát, ja. Hogy ez így... Mindenhol benn van. Nekünk ebben nagyon nagy mehezünk volt. Nekünk is beszállt valamennyi, tehát nyilván nyitogattuk az ajtót, úgy azért beszállt. Én azt mondom, hogy ki lehet menni sátorral. Tehát gyakorlatilag négy opciót ismerek én most jelenleg, amivel ki tudsz menni a Burning Man-re, bent szállás szinten. A legdrágább, és azt gondolod, hogy a legkényelmesebb az, ugye, amikor egy lakóautóval mész, baromira drága, és egyébként bekerül így is, úgy is be fog kerülni oda a homok, és illetve a por, és azt nem fogod tudni kitakarítani, úgyhogy utána vágjanak rád még $500 tisztítási díjat, ez így devett dolog. A következő, amit lehet csinálni, az, amit mi csináltunk, ez a hexajúrta. $900 volt per júrta. A másik haverjaim, ők az úgynevezett shift podban jöttek, az egy Burning Man-re fejlesztett sátor, $1500. Ez egy nagyon szigetelt sátor. És akkor a legvégén van, amikor viszel ki egy ilyen kis kecsú a sátrat. Kidobható. Igen. Önkinyitósat. Így van. Volt olyan ismerősöm is, aki abban volt. Hogyha ezt választod, azt ajánlom, hogy fölé rakjál egy ilyen árnyékolót, akkor ez elég sokat tud egyébként rajta dobni. Mert itt ugye napközben 50 fok, este 10. Szóval erre is fel kell készülni, hogy ez is nagyon-nagyon meleg lesz. Vagy meleg hideg. Nekünk nagyon mázunk volt, 27 fok volt a legtöbb nap. Tehát így valami elképesztő mehezünk volt az időjárással. Este azért 10 fok volt, az hideg volt. A felkészülést, ami még illeti Amazon vásárlás, rengeteg hülyeséget meg kellett venni. Én nekem, ugye én minimalista vagyok. Hát, meg kellett. Tehát, hogy a csapat találta ki? Nem, neked is azért szükséged van olyan dolgokra, amikre egyébként nincs szükséged. Tudsz úgy menni, hogy nem csináld meg ezeket a dolgokat, tehát például keddenként van, vagy kedden van a Tutu Tuesday, tehát akkor egy tutuben van úgy a legtöbb ember, ezért én vettem magamnak egy tutut, hát ezt gondolom. Tutu, a balerinák, hogy ja, aha, igen. És mindenki tűszoknyában van, igen. Aha, pasik is? Igen, az egyik barátom sajnos nem vett fel alá semmit. Jó, szóval bátrabbak ezek is csinálják, azért többen felvettek azért szerencsére a lányboxert. Szóval az, hogy beszél egy tütüt, értetem. Most én hazahoztam, egy jövőre fogom használni még egyszer, de hogy nekem úgy fájt a lelkem, hogy a minimalista énem, érted, ilyeneket bevásárolni. Rengeteg olyan sok hülyeség, olyan dolgokat vettem, amire tényleg itthon egyébként máskor nincsen szükségem, és nem tudtam, hogy vissza akarok-e menni, vagy sem. A másik az ilyen a bringa. Be kell szerezni egy bringát. Tekintve, hogy nem élek Amerikában, ez innentől kezdve ugye múp lesz utána, mert nem tudok vele mit csinálni, és nem is nagyon veszik vissza. És ott marad 10 000 bringa a... Szerencsére, ezt régen ott hagyták, az nagyon nagy bunkóság ott hagyni, tehát ez ugyanúgy... Lerakták a kellős közepén. Így van. Na. Ment valaki, hát nem, azért meggyőzőköt mások felszedik. Tehát nyilván van a takarítóbrigád, tehát hogy van takarítóbrigád, csak hogy teljesen vissza tudják állítani az eredeti állapotot, és akkor ők szedték fel így az otthoni bringákat. Most már szerencsére van bringa állomás, ahol le tudod rakni a használt bringát, és azt szegényeknek adják oda utána. Akkor te is vettél egy bringát. Én is vettem egy bringát, $80-ért. Az még olcsó meg. Ja, nem volt biztos, és tök jó bringa volt. Ez tök jó. Na és akkor nem csak magadat... Sátom, ezeket a bringákat mind feldíszíted. Ezt akartam mondani, hogy nem csak magadat díszíted fel, hanem a bringát is feldíszíted, mert ugye ott van, és ez egyébként kell, mert ott van 70 000 bicikli, és lerakod a parkolóba, és ugye nincsen nagyon durván megkülönböztetve a többiektől, nem fogod felismerni, hát 3 napja vetted. Persze.
Tehát hogy egyszerűen esélyed nincsen, úgyhogy azt is fel kell egyrészt díszíteni, másrészt magadat is, meg a bringádat is estére ki kell világítani. Ki kell. Ki kell. És ilyen alapszabályszerűség. Hát, vagy meghalsz. Tehát, hogy bocsánat, ez életveszélyes, igen. Mert amikor kimész a plájára, akkor ugye minden irányból jöhetnek autók, meg bringások, és ott nincs kivilágítás, és nincsenek utak. Mert hogyha még legalább egy út lenne, akkor azt mondom, hogy megúszod. De hogy így mindenki minden irányba megy, ezért innentől kezdve, ahol valaki sötétben van, azt tényleg nem látod. És mivel minden más világít, ezért pont a sötét foltokat meg abszolút nem. Nekem volt olyan, hogy 5. napra már azért kezdett lemerülni az elem úgy mindenemben, és akkor az ott már kezdett veszélyes lenni, és akkor ott jöttek az emberek, hogy na, ezt még rak magadra, meg még ezt rak magadra, meg még a bringádra még ezt felrakjuk gyorsan. És szóval, hogy ez azért, igen, ez került azért egy összegbe, hogy bringát kivilágítani, de nem csak ez az elő a hátul kis villogó, ami itt van Budapesten vagy, hanem teljesen fullosan volt az egyik haverom, ők nagyon kreatívok voltak, ők például egy ilyen világító szálat húztak bele a kerékbe, és kocka alakra húzták, tehát amikor mentek, akkor olyan volt, hogy a kocka ment volna, ez rohadt jól nézett ki, igen. Úgyhogy... Igen, kell a szemüveg mindenképpen, maszk mindenképpen, nem, hát nem. Én azt hittem, én azért egy kicsit úgy voltam vele, hogy jó, ez egy kicsit azért ugye a kiegészítőm. És én nekem volt egy, több outfitem volt, a több jelmezem volt, és volt egy ilyen tipikus steampunk jelmezem, és ehhez vettem egy steampunk szemüveget, hát az úgy fájt, egyrészt borzasztóan állt, másrészt meg annyira fájt, amikor felvettem, akkor rájöttem, hogy ide tényleg effektíve használható szemüveget kell venni, mert hogy igazából arra tényleg szükséged van. És most azért álltam meg, mert eszembe jutott, hogy van ez a Playa Provides, van ez a mondás, ezt már az elejétől kezdve akartam mondani, hogy van ez a Radical Self-Reliance, tehát hogy mindent te viszel ki magadnak, és akkor van egy-két ilyen hippie, akik így nálunk is volt, az egyik csaj, az így, ó, majd a Playa Provide, majd, hát ezzel nem foglalkozom, nem szervezem, mert majd... Végül is, tehát hogyha mindent megkapsz, és mondjuk egy ilyen sharing ekonomival, és ha valaki látja, hogy neked nincs, akkor... Igen, na, erre ezért van ez a kaszt, hogy az eltévedt európai, úgy hívják őket, amikor így kimész, és akkor így keresed a, te, ahogy mondtam, keresed a giroszost, hogy jó, hogy akkor nem így van. Hát azért nem így szabad. Tehát, hogy a Playa Provide, az, tehát ez igaz, hogy megadja azt, amire igazán szükséged van, azért jutott ez eszembe, mert nekem van. Tényleg nagyon kényelmetlen volt a szemüvegem, egy ilyen műanyag volt a szemem körül, és egy 5-10 perc után eléggé elkezdett fájni tőle a fejem, és mondtam, hogy ezért nekem kéne most már egy új szemüveg, majd kérek valakitől, és ez nem úgy volt, hogy valaki odajött és odaadta, hanem reggel, amikor kikeltem a sátorból, akkor a bringám kosarában ott volt egy szemüveg. Tehát, hogy így... Kicsit ilyen mikulási. És ez rengetegszer van ilyen. Tehát ilyen nagyon... Mesélted valakinek, és vagy ez csak tényleg ilyen sors? Valaki oda bedobta véletlenül, igen. Tehát, hogy... Ez nagyon jó. És másnapra ott volt az új szemcsim. Úgyhogy ilyenek tényleg vannak, de ez a Playa Provides, szerintem erre alkalmas. Ugye, amikor valamit elhagytál, elveszt, vagy eltörtél, nem jót vettél, stb., akkor ott ki leszel segítve, de úgy kell készülni, hogy 100%-os a saját nellátó vagy. Hogy készültetek WC, zuhanyzás, higiénia, fogmosás, ilyen dolgok? Most a legtöbb, igen, tehát a notes részben benne van az is, hogy, nem, hogy a vizet, amit használsz, azt is el kell vinned. Tiszta víz az mehet a földre, ami már téged érintett és napteljes vagy nem tudom, az már nem mehet a földre. Akár fogat mosni is elköphetett. Nem pisilsz, nem köpsz ki, tudom én, tehát ez az úgynevezett szürke víz, ezt is gyűjtened kell. Ez azt jelenti, hogy ha zuhanyzol, akkor is ezt valahogy meg kell oldani. Ezért is érdemes táborra menni. Én azt hittem, hogy ezért érdemes táborra menni, nem ezért érdemes. Nálunk volt egy zuhany, ezt úgy hívják, hogy zuhany szerkezet, tehát nem egy zuhanyzó van, hanem zuhanyzó szerkezet van, ami azt jelenti, hogy felállsz egy dobozra, aminek az alján ugye összegyűjtik a használt vizet, viszont te viszed oda a saját vizedet, és azzal zuhanyzol. És van egy ilyen kemping zuhanyzó. Mondjuk ez kemény, hogy kezdjük ott, hogy mondjuk egy hétre vigyél magaddal elég étel, ital, vizet, mondjuk nem tudom hány karton, szerintem 2 karton víz mondjuk. Ez a minimum, hát sok vagy. És akkor sok. Vigyél, amivel fürdesz, amit, tehát hogy... Igen, mi 4 liter vizet vittünk per fő. És ebből fürödtünk. Per nap. Igen, na most akkor itt szeretném elmondani, hogy na ez a zuhanyzás dolog, ez tekintve, hogy... Cica mosdás. Igen.
Igen, tehát én egy hétig nem zuhanyoztam, és már meg volt, egy harmadik napon már így ezért elkezdett kialakulni a rituálé, hogy ez így hogy lehet megoldani, mert ha kiállsz erre a zuhany szerkezetre, akkor ha jön egy szél, akkor ugye ugyanott vagy, ahol elkezdted, mert akkor rád fújja a port. Szóval az egyik dolog, amit tudni kell a Burning Man-ről, hogy ez a por, ami van, az alkaline dust, tehát, hogy ez egy bázisos kémhatású por, és elég keményen tönkre tudja tenni a bőrödet már akár egy hét alatt is. És hát a bázis a sav kell, tehát mindenki visz magával szépen ecetet, és ecetben fürdünk. Tehát nekem a reggeli rituálém az az volt, hogy reggel, amikor felkeltem, akkor letörölgettem magam ezzel a vizes nedves törlőkendővel. Ezek is ilyen industriális törlőkendők, tehát hogy nem a picike, hanem tényleg elég nagy. Majd utána ezzel a virágokat szoktad spriccelni, azzal ecetes vizet fújtunk egymásra, fújtam magamra, majd sima vízzel lemostam, utána kókusztej, vagy mi az kókuszolaj, hogy ne száradjon ki a bőröm, és utána a naptej. És akkor még mellett az intim törlőkendő, amit meg ugye nyilván azt már nem feltétlenül a sátortársak előtt. WC hol? Vannak WC-k, és iszonyat... Az pánik, igen, az nyilvános, igen. Aha. És képzeld el, ez egy tipikus toltoly van. Ez tök normális, tehát köze nincs ahhoz, amit itt látsz a fesztiválokon. Valahogy itt rendben tudják tartani. Nem volt büdös, nem volt sor, nem volt az, hogy én itthon, ha elmegyek egy fesztiválra, én egy csomószor úgy esek ki. És én szinkronoztam 8 évet, úgyhogy én úgy megyek be egy nagy levegő, és bent tartom a levegőt, amíg elvégzem a dolgomat, mert hogy azért tényleg olyan állapotok vannak, hogy ez valami elképesztő, és itt semmi ilyesmi. Tehát itt... Lehet, hogy elég sok WC van, és akkor nem az, hogy mit tudom én. Valószínűleg ez rendesebben ki van számolva, minden reggel takarították. Ja, meg nem dobhatsz bele semmi más, csak a WC papírt. Tehát az ott lévő WC papírt dobhatod bele. Szóval hogy már szerintem a hallgatók már érzik, hogy egyrészt meg vagy, miről szól, kettő, hogy azért logisztikailag azért ez nem egy egyszerű dolog. Még hogyha mondjuk képzeld el, hogyha Magyarországon mennél el egy ilyen fesztiválra, arra mennyit kéne szervezni, de most ezt torozd meg úgy, hogy mindez Amerikában. Így én van, ott igen. Ott szedj össze mindent, és igen, ott igen. És utána szabadulj meg tőle, utána... meg tőle. Tehát van az megelőző egy hét, van maga a Burning Man, és van az úgynevezett decompression. Akkor ez egy 3 hetes dolog. Hát nekem 3 hét volt, igen. A decompression-t ezt meg lehet csinálni szerintem 3-4 nap alatt. De én nagyon nem ajánlom azt, hogy másodikán volt vége, hogy így harmadikára foglalja egy repjegyet. Tehát én szerintem mi elmentünk a Tahótóhoz. És akkor mi ott, hát én ugye magyarként rengeteget röhögtem, mert volt a Tahó étterem, meg a Tahó parking, meg a Tahó mit tudom én, de nem mindegy. Az itt Tahó van, nem? Nem, az Nevada, még mindig Nevada. Na mindegy, és... ez a 3 nap azért az kellett ahhoz, hogy egyrészt, amikor elmész zuhanyozni, az mondjuk az így eltart egy fél óráig, 3-4 óráig, amíg hajat mosol, mit tudom én, nekem kijött annyi csomó haj, tehát elképesztően durva volt, nagyon-nagyon kemény volt így utána fürdeni. Tehát nagyon... És mi van azzal a levegővel, amit tüdődbe lelélek? Nem kifejezetten egészséges. Tehát akkor végig maszkba vagy... Hát amikor porvihar van, akkor mindenképpen. Akkor alap, igen, de hogy... Egyébként nem kifejezetten egészséges. Nekünk nagyon nagy mázunk volt, másfél napot volt csak porvihar. Úgyhogy... de ez azért fontos, hogy nem homok is, hanem por, mert sétálni tudsz, mert ugye a homokviharban nem tudsz, mert ez fáj. De a porviharban simán tudsz sétálni, nem fáj, ilyen kis puha. De ezt belélegezni, elég sok burner azért tüdő problémával szenved, tehát a régebbi burnerek, akik mondjuk így 90-es évek elején óta ott vannak, azt hiszem, hogy így a főszervező is, de ezt nem vagyok benne teljesen biztos, de hogy ő is valami tüdő baj miatt halt meg. Nem egy egészséges közeg azért kín lenni. Rengeteg rendszer borul a nőknek, is rengeteg rendszere borul, tehát hogy ott azért minden máshogy van. Úgyhogy... Kemény. Ja, nekem is a szervezetem, tehát a női szinten, olyan szinten van még mind a mai napig egyébként a feje tetejére állva, hogy próbálom nyugtatni a szeretőt, hogy minden rendben lesz, hogy szépen akklimatizálódunk így Európához, és most már... De hogy azért ez tényleg kemény. Igen, tehát egyrészt, amikor kijössz, akkor van a saját magad rendbetétele, majd utána van az, hogy a ruháidat kimosni mindent,
tehát mindent, a hálózsáktól kezdve minden szart, bocsánat, ki kell mosni. Ja, ez egy ilyen hely, oké. Okay. Majd ezek után a kocsit úgy kell kimosni, hogy tényleg 300-500 dollár attól függ, hogy mekkora kocsit, hogyha észreveszik, hogy elvitted a Burning Man-re. Úgyhogy az elég rendesen, nekünk az 3 óra volt ezt kitakarítani. Tehát kell hagyni utána. Igen. Jó. Érkezzünk meg. Burning Man, belépsz, mesélj. Mi történt? Hát ez elég kemény volt, amikor én megérkeztem, mert hogy még nem léptem be, hanem mi ráfordultunk az útra, ami már a sivatagban volt, és amit már az előbb meséltem, hogy ezekkel a narancsárga útjelző bójákkal jelölték, hogy merre van. És ahogy ráfordultunk, és megláttuk az autókat, hogy ott azért áll a dugó, ezt lehetett tudni, hogy dugó lesz, vagy hogy sor lesz, abban a pillanatban egy olyan porvihar jött, hogy az orrunkig nem láttunk, és az előttünk lévő autót sem láttuk. Tehát, hogy így nem lehetett haladni, nyilván. Majd kiszálltunk az autóból, és csak egy kicsit így megérezni, hogy ez milyen. És hát ezt úgy képzeljétek el, mint hogy egy porszívónak a belsőjében lennétek. Tehát egy, az a szag, mint hogyha így teljes, tehát az konkrét por szag van, és az fúj, mint, tehát egy fúj a szél, és tényleg olyan, mint hogyha egy működő porszívó porzsákjában lennél. Úgyhogy gyorsan visszaültünk a kocsiba, bekapcsoltuk a rádiót, van Burning Man rádió, és ott egy teljesen apokaliptikus hír fogadott minket, repeatre volt állítva egy üzenet, hogy jelenleg az időjárásra való tekintettel bezártuk a kapukat, mindenki maradjon a kocsijában, ne hagyjátok el az autótokat, kitartást, dőjetek hátra, razítsatok, majd szólunk, amikor vége. Jelenleg lezárták a kapukat, és előről, és az így megy folyamatosan, tehát meg így ültünk 3 szűz a kocsiban, 3 virgin a kocsiban, és így ki volt az az állat, aki kitalálta, hogy Nevada is sivatagba csinál egy fesztivált, tehát azt gondoltuk, hogy ez lesz egy hétig. Na, ott azért eléggé összecsináltuk magunkat. 9 órán keresztül vártunk a sorba, hogy hajnali 2-kor mentünk be, és akkor hajnali 2-től még 5-ig még felállítottuk a 3 sátrunkat, meg még ott a szomszédoknak besegíteni, meg nem tudom, hogy 5-kor feküdtünk le aludni, aznap nem volt buli. És akkor másnap reggel kijössz a sátorba, és így Jézusom, mi van itt? Én az igazság, hogy ha akarnál, se tudnál semmi, de mindent megtudni, hogy mi hol van, nagyon azt ajánlom, hogy engedd el magad, ülj fel egy bringára, és ne válj senkire, és menjél. És akkor szép váltatok, nem is maradt azok együtt? Nálunk az volt, hogy az este nekifutottunk ennek a közös bulizásnak. Ez így körülbelül egy ilyen 10-15 percig együtt maradt, és akkor ilyen 2-es-3-as csapatokra így szétestünk. Tehát volt olyan, hogy valakit úgy veszítettünk el a Gergőt, majd a Gergőről menjünk mesélek, az a csávó, a másik magyar srác, te jó ég, az nagyon jó fej az a srác. A Lucky Walkernek hívtuk, de mindegy, szóval a Gergővel elindultunk, meg még egy srác a Tommal, kimentünk erre a playára, és ugye, ahogy mondtam, ott azért elég könnyű elveszni, meg elég könnyen el is üthetnek. Ez úgy nézett ki, bár ki volt világítva, hogy előttünk ment, körülbelül 5 méterre bringázunk, mi hátul beszélgetünk a Tommal, és azt mondja, figyelj, menjünk ahhoz a kocsihoz, és rámutatott az egyikre, mondtuk, hogy jó, majd összenéztünk, befejeztük a mondatot a Tommal, visszanézünk, és abban a pillanatban kb. 4 bringás jobbról és 4 bringás balról megérkezett arra a csomópontra, ahol a Gergő ment, és utána egy állsz, és így, melyik is volt a Gergő? És ugye, nem tudom, 99 felé elindultak, akkor ott ugye tudósítottuk, hogy Gergőt ezzel a rendelettel elhagyjuk, nem, majd megbeszéltük, hogy ennek a kocsinál találkozunk, és abban a pillanatban ugyanaz megtörtént 8 kocsival, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor Gergőt elengedtük mára. Amit még el akartam mondani Gergővel kapcsolatban, hogy meg a jegyszerzéssel kapcsolatban, hogy ugye nagyon mondták nekünk ezt a dolgot, hogy mindegy, csak bíznod kell, és meg lesz a jegyed, stb. Stb. Gergő az odaig vitte ezt a dolgot, hogy ő nem tudott előre szerezni, és konkrétan bejött Nevadába a bejárathoz, leült egy táblával, tehát innen Európából kirepült, csinált egy kis táblát, és kiült a bejárathoz, hogy jegyet szeretnék. 10 órán keresztül ült ott, és akkor egyszer csak kipattan az autó, egyik autóból valaki, oda ment, és így, hey dude, kéne egy jegy, és akkor mondta Gergő, hogy igen, rohagyosan ülje be a kocsiba, így beszállt a kocsiba, és
És benn vagy. Nyilván kifizett egyébként a 425-et persze, de hogy így vannak tényleg, én ezt a módszert nem kifejezetten ajánlom azért. Az volt a Gergőnek, mert ezért szerintem, hogy ő egy ilyen nagyon nyugis emberke, és mindenki nagyon túlfeszítette, akik ott jegyet kerestek, hogy táncoltak, meg osztogattak dolgokat, kirakta a táblát, és olvasott egy jó könyvet 10 órán keresztül, és ez tetszett meg valakinek, de én ezt azért nem ajánlanám jegyszerzésként. Jó sztori. És egyszer csak bekopogott a Nevadába, a jurtákba, de az is olyan, hogy így nem tudjuk, hogy talált meg minket. Az egy érdekes. Kik a közönség? Amerikaiak? Javarészt amerikaiak. Sok izraeli van. Vannak ilyen máshol is Burning Man-ek. Tehát ez a Burning Man. Ez a Burning Man, de van, tehát ez egy közösség, és ahogy említettem, van Magyarországon is, egy Juhé Burn. Lent, azt hiszem, hogy ez Alföldön. Hol máshol. És van egy Afrikában, az Afrika Burn, van egy Izraelben a Mid Burn, és azt hiszem Spanyolországban van még valami, amit nem tudom, hogy hívnak. A Boom Festival? Nem. Nem, van Spanyolországban Boom Festival, de ez nem a Burning Man-hez kapcsolódik. De egyébként voltál Ozorán, vagy bármi? Nem, én nem szeretem a goa zenét, és nem szeretem, hogy Psytrance van a Ozorán. És egyébként a Burning Man mennyire ez a vonal, mert hogy nem, én is úgy képzeltem amikor, hogy ez ugyanaz a vonal, és ugyanez a pszichedelikus trance zene, de állítólag most derült ki, hogy nem, hanem itt teljesen normális zenék menni. Én nagyon nem szeretem a Psytrance-et, és nagyon szívesen lemennék Ozorára, hogyha nem az a zene lenne. És akkor mindenki mondja, jó, de hát vannak kisebb színpadok, meg akkor lehet oda menni. Jó, de a nagy színpadon ez megy. És legtöbb ember ezt a zenét szereti, és... Igen. Akkor Burning Man nem ez. Nem. De egyébként egész éjszaka retteltesen rossz zene van. Én nagyon szeretem az elektronikus zenét, és borzasztóan unalmas zene van a legtöbb helyen. Ilyen populárisabb... Trendzene van, amivel egyébként alapvetően nincsen problémám, de a lassabb fajta trendzene van. Tehát az amerikaiaknak milyen az ízlésem? Bocsánat, van amerikai hallgatónk. Nem hiszem. Tehát, nem tudom, hogy milyen az ízlésük, de hogy ott nem voltak jó zenék, az biztos. Egyszer-kétszer találtam olyan helyet, ami hál' Istennek jó zene volt, egy-két helyen, és az volt a szomorú az egészben, hogy kint van 1200 ilyen kocsi, hogy ne csak jó dolgokat mondjuk a Burning Man-ről, de hogy kint van 1200 kocsi, és akkor ebben mondjuk 1000 ilyen zenét játszik. Aha. És tényleg szeretem az elektronikus zenét. De nem, mert én körbenéztem, és ugye a fele az elég keményen be van rugozva, az azért táncikálott, a másik fele meg borzasztóan fáradt és unja, de hogy várják a napfelkeltét, mert amikor jön a napfelkelt, akkor viszont nagyon jó a zene. És azt én egyszer sikerült, hogy megvárjam, az mondjuk egy elég görbe éjszakára sikerült, meg azt ugye eldöntöttem este, hogy én ma fogom megvárni a napfelkeltét, és egyébként egyedül sikerült is, mert az összes többi barátom kiesett a buliból. Hát az valami elképesztő. Tehát nem, tehát egyrészt gyönyörű, másrészt a hangulat, az, hogy tényleg 10 000 ember tombol a sivatagban, akkor van, hogy tényleg mindannyian összegyűlünk egy helyre. Egyedül a nap felkelt akkor. Azt nagyon, azt a Burning Man-es bakancsistára, azt rakjátok fel. Ha más nem feküdjétek le időbe aludni, felkelés reggel, és akkor arra kimenni. És mit csinálsz egyébként a Burning Man alatt? Azon kívül, hogy bringázgatsz, megy ugye, hát nyilván bulizás, piálgatás, ismerkedés. Igen, vannak ezek a workshopok, és egy csomó workshopra el lehet menni. Nagyon érdekelnek a kortárs táncok. Én nagyon sok kortárs tánc workshopon voltam, meg ecstatic dance. Tehát én a táncos vonalat kaptam föl, nekem az el hozzám legközelebb, de el tudsz menni tényleg egy spába, és akkor volt, hogy megmasszíroztak. Na hát a egyik legizgalmasabb az volt, hogy láttam, hogy lábmosó. Tehát ki van írva, hogy van egy lábmosó, de megkérdezem, hogy ez micsoda, mondták, hogy hát ide leülsz, és akkor jön valaki, és megmossa a lábadat. Hogy akarod? Hát mondom, jó, hát oké, legyen, és akkor tényleg megérkezett egy krapek, egy idősebb krapek, aki kérdezte, hogy szeretnéd, hogy megmossam a lábadat. És felmértem, hogy vajon van-e valamilyen fétise. Hogy van-e valami lábfétise. Ránézése nem volt, és akkor tényleg semmi furcsaság nem volt benne, egyszerűen letérdelt elém, és megmosta a lábamat. És hogy most így mondta végig, hogy akkor most ecetes vízzel, most sima vízzel, most bekenem ezzel, mert amikor az egész ceremóniának vége lett, akkor így azt mondta, hogy ha szeretnéd, akkor te ezt most átadhatod másnak, de semmi, tehát nem fontos ezt átadni másnak. Az mi átad? Tehát, hogy én is legugolok valaki másra, és megmosom a lábát, és akkor ez így átfutott rajtam, hogy
alapvetően nem feltétlenül gondoltam, hogy én aznap reggel valakinek megmossam a lábát, de hogy így mennyire jó már, hogyha nekem is jól esett, és akkor nézzük meg. Aztán maximum azt mondom, hogy ez hülyeség volt, és többet nem csinálom. De így legugoltam, megkérdeztem egy srácot, hogy így szeretnéd, hogy megmosom a lábam. Láttam előtte, hogy bakancsba jött, úgyhogy legalább azt tudtam, hogy védve volt előtte a lába. És akkor így mondta, hogy hát igen, és akkor megmostam neki a megmostam a lábát, és teljesen nem volt furcsa. Tehát, hogy az volt a furcsa, hogy nem... Igen, így van. Külön jó érzés volt ezt visszaadni. És nem volt benne semmiféle tovább gondolás, hogy itt most történik közöttünk valami, egyszerűen csak megmostam a lábát, és egy kicsit megdörzsölgettem neki, megmasszírozgattam, és tök jó hangulatom lett tőle. Úgyhogy, és nekem sincsen semmilyen fétisem, ezt hozzátenném. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog volt. Meg egy másik, amit imádtam, hogy például, tehát mindig történik valami nagyon furcsa. Valamiben így is bele fogsz kerülni. Tehát az egyik kedvencem az volt, hogy mentem ki a plájára, így, és találtam ott egy nyitott bírósági termet. És nem csak egy bírósági terem volt, de volt bíró is, és voltak nézők is, és volt zsűri, vagy hogy hívják őket? Esküdszék. Volt egy kislány, aki gépelt, és akkor így szépen így odam, de ez tényleg a sivatag kellős közepén képzeled el. És akkor így szépen így oda tekerek, és így rám nézze a bíró, te ott! Ó, no, ajaj! Gyere ide! Tudod, Jézusom, mi történik? De szerintem te bűnös vagy abban, hogy ez a Burning Man-en túl sok selfie-t csinálsz, én meg így, fuck. Aznap folyt, amikor azt mondtam, hogy én most megcsinálom ezeket a képeket, amiket majd fogok használni a blogon, mert egyébként teljesen nem csináltam, de aznap. És tényleg. És hát tudod, így leültettek a vádlottak padjára, ami egyébként egy gyerekszék, az ügyészé meg egy ilyen nagy hatalmas szék, úgyhogy leültettek egy gyerekszékre, és azt mondta a bíró, hogy hát akkor ezt most könnyen tudjuk bizonyítani, mutasd meg a telefonodat, ha az elmúlt 10 képet közül, legutolsó 10 képet közül 2 selfie van, akkor bűnös vagy. Hát itt akkor bevallottam, hogy nem is kell megnézni a bizonyítékot, bűnösnek vallom magam, és van egy hatalmas pecsétjük, amire rá van írva, hogy guilty, hogy bűnös. Na ezt a homlokomra akarták nyomni, akkor mondtam, ugye selfie queen, onnantól kezdve így hívtak. És van egy büntetés is, mindenkinek más. Az én büntetésem az volt, hogy végig kellett menni az egész terem, és mindenkivel csinálni egy selfit. És hát én 2 órán keresztül ültem ott, és hülyére röhögtem magam, mert olyan, tényleg volt. Hát amikor a rendőr, az egy 10 éves kisfiú, aki néha így kirohan, és akkor elkap valakit, és behurcibálja, és egyszer elkapta a télapót. És így üvöltött, hogy bűnös, bűnös! És hát a télapónak ugye azt kell bizonyítani, hogy rossz szerelésbe jött egy jó fesztiválra, és hát az volt a büntetés. Hát ilyenkor van egyébként egy rendes tárgyalás, tehát van ügyész, meg van ügyvéd, és az ügyvéd próbálja védeni, meg mit tudom én, és akkor utána az, hát mindig kihozzuk, hogy bűnös mindenki, és neki az volt a feladat, hogy mindenét oda kellett adni az ott ülőknek. Minden? ami jelenleg nála volt, és rajta, azt oda kellett adni. Mondjuk van nála egy telefon, és akkor azt is. Igen, nyilván, amit nagyon izgi, hogy a 11. Hát nem, még egyedül nem alapérték, az a consent, a beleegyezés. És ott azért mondta egy-két dologra, hogy nem, és akkor nyilván ezeket így elfogadtuk. Aha. Tehát amit nem, ami neked túl sok, arra azt mondod, hogy nem. Abszolút. És ez nagyon durva. És mindenki ezt respektálja. Azonnal. És az a durva, hogy azonnal. És erről, hogyha megengeded, akkor legalább egy szót beszélünk, mert ez nagyon-nagyon érdekes közeg, hogy elmentünk egy olyan bárba játszani, ahol az a játék, hogy felhúzza egy kártyát, és ami a kártyára van írva, azt meg kell csinálni. Nyilván ilyen igazság vagy merészség igazság nélkül, és még csak nem is jós játék, hanem csak úgy elszórakoztattuk magunkat. És akkor vannak rajta olyanok, hogy például nekem el kellett énekelni egy mai popszámot opera hangon, tehát voltak ilyen nagyon-nagyon izgi dolgok, és nyilván voltak olyan dolgok, ami nálam azért túlment egy határon. Ilyen volt az, amikor fel kellett emelni a pólómat, és azt mondja, hogy tiri-tadá.
És hát azt így mondtam, hogy én ezt én nem, és akkor oké, akkor húzzítsd és még egy kártyát. És nem az volt, hogy nem áll, hát ez a játék, csináld már meg, tehát hogy nem volt, egyáltalán nincs benne ez a nyomás. És az az jó, hogy bevállaltam egy csomó dolgot, de hogy van az a limit, amiben nem érzem magam komfortosan, és hogy nem löknek tovább olyan dolgokba, amiket nem akarsz megcsinálni. Ezért mondtam, hogy szerintem egy nagyon-nagyon biztonságos közeg arra, hogy kipróbáld a határaidat mindenféle téren. Alkohol és drogok? Vannak. Alapdott, tehát hogy ez így nagyon benne van, és mondjuk, tehát hogy emberek láttál részegeket, bedrogozott embereket, inni, itatnak, vagy ez hogy működik? Nincs ez a igyama, tehát ez a szint, ez nincs. Ugye, mert a 11. alapszabály, igen, tehát ilyet nem csinálunk. És valahogy én olyan részegeket nem láttam, akik ez olyan dölöngélős, ide-oda hányós, tehát ezt valahogy én egyszer nem láttam ilyet. Ja, de. Csak azok mi voltunk, de Ja, igen. akkor igen. És ez benne van. Jó. Egyébként benne hagyhatod, de volt egyszer egy görbe Azon este. csodálkozom, hogy csak egy. Hány napot voltatok? Végig? Végig voltunk, És akkor persze. hogy, hogy csak egy volt? Hát egyszerűség, de ez pont ez, ekkor volt ez, amikor ez a báros jelenet volt, és itt valahogy olyan italokat mértek, vagy nem tudom, de, vagy annyira jól éreztük magunkat, hogy kicsit több ideig maradtunk, mint kellett volna, és nem bringáztuk le az alkoholt, hogy nem tudom, de hogy valami elszeveszett görbeestét csaptunk. És hát annyira, hát elmesélhetjük is. És köztünk marad, úgyhogy nyugodtan. nyugodtan ki, de egyébként benne is hagyhatod, mert van ilyen, tehát itt szerintem bőven van ilyen, hogy konkrétan az volt, hogy a reggelre, délet, vagy egy nem, bocsánat, ilyen hajnalra eljutottunk arra a pontra, hogy hát én nem találtam a bringa lakatomat, és ezért a francia havarom használta az ő lakatát, és mindig úgy raktuk össze a bringákat, és akkor éreztem, hogy itt már azért én elég kemény buliba lehetek, amikor már a francia haverom, aki egyébként végig pörögte az arcán az egész Burning Man-t, ő mondta, hogy ő megy haza. Akkor mondtam, hogy itt azért wow. Na és akkor ugye bringa lakat nélkül maradtam, és kimentem a plejára, hogy akkor addig megvárom ott a valami unalmas bulinál. Le kell zárni. Le kell zárni, azért az vannak. Elviszi valaki. Hát vagy... mondjuk azt, hogy véletlenül. Aha. Ja. Már valaki, itt van, véletlenül. Igen, vannak, ez sajnos van, ilyen van. De szerintem nem jó felség ellopni mástok a bringáját, mert hogy az elég nagy szívest, nagyon sok történik, úgyhogy jobb, hogyha lelakat előad. Na igen, szóval, hogy hát ugye kimentem lakat nélkül, és akkor megálltam, hogy az egyik buli helyen, vagy az egyik kamion előtt, vagy ilyen kocsi előtt, hogy akkor, hát akkor mégiscsak le kell lakatolni, és így nézek körbe, és lenézek, és így konkrétan nyakama volt a lakat. És az egy számos lakat volt, amit egyébként én raktam oda. Az jó. És az egy számos lakat volt, és pont az állam alatt volt a szám, úgyhogy 20 percen keresztül próbáltam valami egy érzésből. Majd oda kellett mennem egy vadidegen emberhez, és így, excuse me, could you please unlock me? ez igen, ez volt a leggörbébb estém. Saját magamat lakatoltam le. Ami a drogokat illeti, van sok. Fesztivál. Igen, nagyon sok pszichedelikus drog van, szerintem. És igazából láttam azért egy-két embert. Szerintem nem túl jó volt a pszichedelikus drogot használni a Burning Man-en, őszintén szólva. Tehát, hogy az ő nem veszélyhelyzet és sivatag a körülmények között. Nem, az annyira intenzív a Burning Man, hogy szerintem anélkül is elképesztő. Jó, így van. És azért én láttam olyan embereket, akikkel mi elmentünk együtt bulizni, és én tudtam, hogy ők mondjuk LSD-ztek, és azért elég keményen a sarokba kucorogtak és féltek. Tehát, hogy nem, én nem láttam azért olyan embert, aki nagyon jól érezte volna magát ettől. Mert hogy egyébként is olyan. Mert túl sok, egyszerűen túl sok. Tehát, hogy rettenetesen szórakoztató szerintem józanul, vagy esetleg berúgva, de hogy ha így ilyen pszichedelikus dolgokat használsz. Én nem tudom elképzelni, mondjuk nem, szóval nem. Nem ez a társadalmi célú felhívás, hogy ne használjatok drogot. Hát pszichedelikus drogot Burning Man-en szerintem, ne, ahogy én láttam ott azokat az embereket, nem irigyeltem őket. Volt egy-kettő vicces alkalom, amikor például én egy nyuszi jelmezbe voltam, tehát nekem az volt az éjszakai
ez egy véletlen folytán, de végül is pont azért, hogy könnyebben felismerjenek, voltak nyuszi füleim, és azok világítottak, és akkor ugye távolból könnyen fel lehetett ismerni. És hát én innentől kezdve nekem minden este voltak ilyen csoportok, akik így egy kicsit rajta voltak valamin, és akik, nem tudom, merre menjünk, kövessük a nyulat, tudod, és hát várták, hogy elvigyem őket a rabbit hole-ba. Ami mondtam, hogy ne kövessetek, mert a vécére megyek. Úgyhogy ilyenek, ez minden este előfordult, hogy ilyen random csapatok azt hitték, hogy én elvezettem őket valamint a kizgalmas helyre. Ők szerintem nem voltak kifejezetten józatok. És ismerkedni, másokkal beszélgetni, ez így teljesen mindenki folyamatosan. Jól nézel ki, tetszik, ha nem tudom mi, halló, király, oké, megyek a következőhöz, ígyunk egyet. Igen, és nincs mögötte, tehát nincs mögötte olyan, hogy ha valaki odajön, nem biztos fel akar szedni, vagy valamit akar, vagy nem tudom, hanem én azt éreztem, hogy nincs mögötte semmiféle ilyen hátsó szendék. És ez megint egy tök jó dolog. Hogy valaki oda jön, hogy így hiszen annyira sokan jönnek oda, hogy már nem tudod megválasztani, hogy ez most azért jött oda, hogy ismerkedjen, nem tudod, hogy úgy ismerkedjen, hogy legyen közöttünk valami, vagy pedig csak úgy oda jön, hogy... Ja, igen, nagyon-nagyon jó fejemberek vannak, tehát egy elképesztő nagy szeretet van, nagyon-nagyon hiányzik, és nagyon remélem, hogy jövőre is megyek majd. Akkor minden az te, hogy jövőre ja. is. Aha. Kihajtunk egy csomó dolgot. Egy garázsban. Járható ez egyébként? Tehát, hogy úgy odamész, végigjárható ez, amikor nem. A installációk megvannak, dolgok, vagy ez? Nem, én mindig látok képeket olyan installációkra, amiket nem. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy igen, ez egy művészeti fesztivál, és a Fly-án, tehát magán ott azért művészeti installációk vannak, szóval erről még nem beszéltünk konkrétan, hogy ez így indult. És még egy nagyon fontos dolog, amiről nem beszéltünk, ami miatt más, mint egy fesztivál, az a templom. És nekem a templom az egy nagyon, nagyon fontos hely volt, ezt nem tudom, hogy van-e időm még, hogy azt elmondjam. Tehát két dolgot égetünk, az egyik a bábú, vagy az Burning ember, Man. A Burning Man, ezt égetjük szombaton, ez egy óriás buli. Hát ott körbeállja az 1200 mutáns kocsi a bábút, és akkor mi közötte vagyunk, és nagyon örülünk, és nagyon tűzijáték, mit tudom én. És van a templom égetés, a templom ez egy olyan hely, ahol minden olyan dolgot viszel be, amit szeretnél elengedni. Ezek lehetnek halottaktól elbúcsúzni, üzenetek a szeretteknek, akiktől szeretnél elbúcsúzni, régi szerelmek, traumák, olyan, hogy azért egy-két percen belül, hogy bemész, azért ott bőgés van. Tehát, hogy most templomnak hívom, de ez angolul temple, tehát nem church, nincsen semmiféle vallásos hivatkozása, és nem is kell úgy tekinteni rá, viszont mégiscsak egy szent hely. Hiszen ott, amikor bemész, akkor az emberek nagyon... Tehát minden, amikor oda viszel valamit, azt csináltad úgy, hogy mindenki el tudja olvasni. Tehát ezek a levelek, amiket címzel valakinek... Vagy valaminek, amit elvesztettél, azok általában nyilvánosak. Voltak baba kis cipők, tehát hogy tényleg súlyos, elképesztően súlyos dolgok tudnak ott előkerülni, és hogy így bemész és elkezdesz ezeket úgy olvasgatni, azért az elég kemény. És akkor emellett még vannak ott a gyászoló emberek, vannak, akik direkt ezért mennek ki, vannak, akik halottaknak a hamvaikat is kiviszik egyébként, mert ők azt kérték, hogy ott legyen végső nyughelyük. És hát ott azért nagyon kemény sírások vannak. Én is három dolgot leraktam, és három dolgot elengedtem. Nagyon-nagyon érdekes volt. Én először csütörtök éjszaka mentem be, hajnali 4-kor, nem voltam rá fölkészülve, kész a templom, menjünk be! Egyedül úgy belófráltam, és akkor egész éjszaka azt elmondtam utána, hogy egy levelet írok annak címezve, amit el szeretnék engedni, és nem úgy volt, hogy megírtam azt a levelet, és vége volt az álomnak, hogy megírtam a levelet, és újra kezdődött az egész álom. És megírtam a levelet, és megírtam a levelet, és megírtam a levelet, egészen addig, hogy föl nem ébredtem. És reggel, amikor felkeltem, akkor mondtam, jó, hát akkor elmegyek erre a workshopra, meg arra a workshopra. Az első workshop elmaradt, a másikat nem találtam, a harmadikat lekéstem, a negyediket nem találtam, és akkor utána kezdtem rájönni, hogy itt most lehet, hogy akkor el kéne menni a templomba, és lerakni ezeket a leveleket. Úgyhogy bementem egész pontosan szóról-szóra, tudtam, hogy mit kell megírni. És az volt nagyon érdekes, hogy ugye két nappal később égetjük a templomot,
És én akár, amikor nekem eszembe jutott ez a dolog, amit elengedtem, az onnantól kezdve, hogy leraktam ezt a templomba, akármikor eszembe jutott, mindig az volt, hogy de hogy ezzel már nekem nincs dolgom, nem kell vele foglalkozni, én ezt már oda leraktam. És utána leülünk, kb. 50 ezeren, nem mindenki marad a templom égetésében, vasárnap égetjük a templomot, és vagy a szentélyt. Olyan áthalásra ez a templom égetés, de remélem, hogy nem értetek félre. És leülünk körbe, 50 ezeren, és amíg a szombati nap, az egy ilyen óriás buli, a vasárnap az olyan, hogy leülünk, és teljes csönd. De nem úgy teljes csönd, hogy sustorgunk, hanem egy szó nélkül. Nem tudom, hogy volt-e, mert 50 ezer emberrel teljes csöndben, körülbelül fél órán keresztül, amíg ugye néztük, ahogy ég, hihetetlen energia van benne. Tehát abban egy olyan erő van abban a csöndben, amit ráz a hideg most, és amikor visszaemlékszem rá. És az volt nagyon jó benne, hogy volt egy pont, van egy ilyen tradíció, hogy amikor lemegy a nap, akkor mindenki vonyít egyet. És ezt valahol a körben elkezdték, amikor már úgy eléggé szépen leégett a templom, és hogy mindenki egyet fonyított, és innentől kezdve egy hullám jött belőle. És elindult jobb oldalról, nekem körülbelül egy ilyen pár száz méterre, és hogy éreztem, hogy jön ez a hang, hogy olyan szinte erővel csapott meg, ahogy átment rajtunk ez a vonyítás. Az egy nagyon-nagyon, nekem egy nagyon erős élmény volt azt végighallgatni, majd ezek után elkezdtek beüldözni, thank you Larry, mert Larry Harvey most halt meg idén. Majd egy forgószél, ő az alapító. Ő az egyik alapító, és egy tüzes forgószél elindult a templom közepéből, kijött a templomból, majd formált egy L betűt, és a képekről visszanéz, hogy LH betű egyébként. Yes. Az nagyon kemény volt. És pont ahol kezdődtek az emberek, ott eltűnt. Tehát az tényleg az olyan volt, hogy ott azért egy-két ilyen kicsit földibb barátom is mond, földhöz ragadtabb barátom is mondta, hogy azért ez egy kicsit kemény volt. Azt látni, igen. Ja. Kemény, kemény. Csak a jövőre? Hát azért ezt hozzátenem, hogy ez nekem 1 millió forintomba került. Uh-huh. Hogy ne áruljunk sárga macskát. Ezt jól mondod, igen, ez tök jó. Igen, nekem ez 1 millió forintomba került, most eléggé ott tartok. Ma mondtam éppen a barátnőmnek, hogy ott tartok, hogy annyi pénzem van, mint amikor még korporátban dolgoztam. És hát most nagyon szedem magam össze, tehát hogy tényleg visszamentünk a nagyon kemény spórolásba. Nem érzed, hogy neked jövőre ott a helyed, vagy mondjuk abszolút 3 év múlva? Nem, jövőre. Jövőre. Hát akkor sikerült. Jövőre. Persze, igen. Igen, fog sikerülni, meg vissza is fog jönni nyilván a pénz is, csak hogy azért ezt tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon drága mulatság. És nagyon remélem, hogy meg lesz rá az időm, meg az energiám, de abszolút mértékben az van, hogy nekünk ott a sátrunk, az megmarad, az mindentől kezdve ugye olcsóbb lesz, a ruháimat tütüm megvan már. Tök jó. Egy kérdés eszembe jutott közben. Pálinka Lounge. Igen, úristen, róluk kell beszélni. Tök véletlenül találtam rájuk, igen, annyira. Igen, tudtál róluk? Nem tudtam róluk. Hallgatóknak elmondanám, hogy ez a magyar tábor. És úgy találtam rájuk, hogy a bringájukon magyar zászló van. És akkor rájuk üvöltöttem, hogy így magyarok vagytok, és mondták, hogy igen. Azonnal a kezemben nyomtak egy pálinkát az utca kellős közepén. És akkor mondták, hogy hát holnap lesz az esküvőjük, hogy akkor nézzek be az egyik alapítónak. Ha jól tudom, az egyik alapító házasodott meg. Úgyhogy én elmentem egy magyar lagziba. Illetve egy magyar esküvőre, lagzira. Igazából utána beszélgettünk így az alapítóval. Én valahogy úgy éreztem, hogy nagyon baráti közeg van, és nem akartam oda menni, és mondta, hogy ez a Burning Man, tehát hogy nyilván jöhetsz. De nagyon nagy mezi volt, hogy pont elmentem, és olyan szép esküvőjük volt, és jaj, nagyon sok boldogságot kívánok innen is. Nagyon helyes pár volt, és nagyon örültem nekik. Reméljük, hogy hallják is akkor. Hát mindenképpen fogok nekik szólni, hogy ez lement. Képzeld el, volt egy sztori, csak elmesélem még. Uh-huh. Most így végigfutott a fejem, hogy miket írtam föl. Jó barátom azt mesélte, hogy a csapatban, akivel voltak, ugye mindenki maszkban van, és hogy nem tudom, erről még nem volt szó, hogy ott mindenki az lehet, aki akar. Igen. És nagyon sokan nem is a saját nevükön mutatkoznak be, hanem valamilyen néven. Playa név, igen. És hogy ezzel a barát lányjal történt meg, hogy ez csak rohan vissza a táborukba,
úristen, kivel találkoztam, és hogy valaki levette a maszkát, és Will Smith volt. Ne, de jó! És hogy ugye ott bárki lehetsz, és lehet, hogy melletted... Igen. Bárki. Mert, ja. Hogy, mert ja. Hogy ott maszkba vagy, más a neved, más vagy, egy hétig aki akarsz. Aki akarsz. És egyébként amúgy megjegyzem, hogy azért a celebeknek van egy tábora. Igen. És én ezt nem látok semmi kifogást. Tehát, hogy azért hiába próbálod őket úgy kezelni, mint egy normális ember, azért, amikor Will Smith-szel találkozol, visszarohansz a táborba, és elmondod, hogy Will Smith-szel találkoztál. És volt egy selfie-je is. Igen. Szóval, hogy azért nem tudnak teljesen önmaguk lenni, és szerintem az teljesen normális és elvárható, hogy legyen egy legalább egy olyan hely, ahol Susan Sarandon is most itt abban a táborban volt, ahol nem egyfajtában selfie-be kell pózolniuk. Úgyhogy ebben van tök egy kicsit. Fölvesz tényleg egy maszkot, ami kell is, hogy fölveszel egy napszemüveget, ja. Vagy nem is napszemüveget, hanem egy ilyen zárt szemüveget, vagy egy maszkot, és bárki lehet. Ja. Igen, ez is egy tök jó része, és egyébként kérdezgették tőlem, na és akkor kit láttál, vagy kit hallottál, és tudod, hogy jaj, hát ez nem úgy van, hát nekem van, az egyik kedvenc DJ-m játszott egyébként John B., és már itt tökre izgultam, jó, hát jó, hogy lesz, és akkor kérdeztem, hogy na, figyeljetek, hogy akkor hol van ez a Sanctuary dolog, ami oda volt írva, hogy ott fog játszani, és mondták, hogy hát itt, és így kimutattak így a Playára, ugye a sivatag kellős közepére, 1200 kocsi, vagy hát mondjuk ebből kint van egy éjszaka, mondjuk 400-500, és ott van az egyiken, és akkor keresd meg. Tehát, hogy így nem igazán lehet. Játszott a Skrillex sajnos, borzasztóan utálom őket. Ők voltak az egyedüliek, akiket tudtuk, ők nem egy mozgó célponton voltak, és akkor oda lehetett menni, de hát ez borzasztó. Bocsánat, gyűlölöm a dubstepet így a goa mellett még. Mi jut még eszedbe? Én azt hiszem, hogy most mindent elteszem, de most mindent elmondtam. De meg, hogy mi ez, ha valaki tényleg még nem látta, akkor kötelező. Google-i vagy YouTube-on írjátok be, nézzétek meg, mert ezt nem lehet elképzelni. Ja. Én egyszer voltam Ozorán, nekem már az is olyan volt, hogy mintha nem a Földön lettem volna, ez de is ez is egy olyan, hogy mintha nem az, hogy egy másik országban vagy, hanem egy, mintha egy ilyen utopisztikus, beraknak egy olyan filmbe, hogy az nem a Föld, az nem, az kiszakadsz az, ami most itt van mindenből, és feje tetejére áll az univerzum. Ja, ez is ilyen. Csak hát ezt most úgy képzeled, ez 8 km átmérői hely. Tehát, hogy ez brutális. És tehát, hogy amikor kimész, és minden világít, és te is világítasz, és mindenki az lehet, aki akar, és egyébként én amikor rájöttem, hogy az lehet, aki akarok, én kicsit megijedtem, hogy ki akarok lenni, érted? Én is azért úgy élem az életemet, ahogy szeretném eléggé. És amikor kimentem, és rájöttem, hogy senki nem ítél el. Nekem, kérdezett, tudod, mi lett az én playa nevem? Hát nekem Bunny lett. Bunny, persze. Bunny. És nem, most én nem kifejezettem, hogy az a nyuszis típus, így itt, és akkor hát ezt én nagyon nehezen tudtam elfogadni. De pont az, hogy ott teljesen más én. És ott tudtam egy másik emberen, és tudtam ez a nyuszi lenni, és tudtam ez a, tehát hogy így adtam ezt a szerepet. Kellett egy 4 nap, amíg én ezt elfogadtam, és akkor fogadtam el, amikor ki voltunk a playán, és belenyúlnak tehát mondtam éppen a barátomnak, hogy hát én nem tudom, ez a Bunny, ez azért nem kifejezetten az én stílusom, belenyúlnak a táskámba, várjál, belenyúlnak a táskába, és kiszedek egy répát, és elkezdem enni, és mindenki így szakad a röhögés, és most mi van? Miért röhögtök, és lenézek a répára, mondom, hogy jó! Ez olyan, mint amikor a hapsi eszi a répát, és van egy ilyen jelenet, amikor így lóg rajta a sapka. Igen? Én most teljesen elfogadom, most nagyon szeretem azt a karaktert. Én, az nem veled kell azonosulni, hanem a Burning Man. Amúgy de... velem azonosul, csak egy olyan énemmel, amit egyébként nem feltétlenül mernék ide, mert már itt mindenki megszokta ezt a vagány izé, és nem a cicás nyuszis énemet, és tök jó, hogy van egy ilyen énem. Úgyhogy én örülök most már ennek a névnek. Jó, három fix kérdésem van. Ja, tényleg. Hát a mind Burning Manhez kapcsolódó, úgyhogy lehet, hogy egyszerűbb lesznek a válaszok, hogy Magyarországon gondolom, amit, és illetve meséltel azokat a fesztiválokat, amik vannak a világon mindenhol. Igen. És ez a Magyarország. A Juhéjben 50-en vannak, most volt egyébként. Pont, amikor megkérdettem az előadást, akkor volt. Uh-huh. Rá egy nappal később, és akkor mondták, hogy menjek, mert mit tudom, egy nap alatt én nem fogok tudni most felkészülni erre. De vannak, és nagyon cukik, így elsőre mindenki írt, hogy itt sok sikert az előadás, szóval így nagyon, nagyon édesnek tűnnek. Igen, tehát van a Juhéjben.
A többit meg elmondtad. Igen. Jó, következő kérdés, hogy inspirációnak könyv, film, zene, ami téged inspirál. Elsősorban Burning Man, de ha mondjuk röviden tudsz pár kedvencet, ami mondjuk így az utazáshoz általában. Utazáshoz általában a Wax Taylor-nak a Time to Go-ja. Az így kávé így a soundtrack-em. Ami nekem ehhez valamiért, tehát ez borzasztó, de egyébként Ellie Goulding-nak a Burn című száma, mert egyszer álmodtam, amikor eldöntöttem, hogy én elmegyek a Burning Man-re, akkor én a Burning Man-nel álmodtam, és reggel akkor még ilyen rádiós ébresztőm volt, és ahogy felébredtem, ez a szám ment, Gonna Let It Burn címe, úgyhogy nekem ez így hozzátartozik a Burning Man-hez. Tök jó. És utolsó kérdés pedig, hogy milyen appot, weblapot használsz utazás előtt, utazáshoz? Mondjuk a Burning Man-hez? És mondjuk a Burning Man-hez, igen. A Burning Man-hez van egy Time to Burn nevezetű, ugye? Aha. Igen, Time to Burn, ezt használtam, ez tök jó. Utazáshoz, gyerekek, szerintem nem tudok nektek már újat mondani. De most komolyan, tehát, hogy... Ami neked is új, tényleg, hogy ne az legyen, hogy mondjuk a Skyscanner, meg a Google Maps, hanem ha van, ha nincs, akkor semmi baj. Szerintem nincsen. Tehát, hogy én most már nem nagyon... Most nézegetem ám közben, csak úgy mondom a többieknek. Ami jó lehet, amit én szeretek, Splitwise. Ismered? Nem. Splitwise azért jó, mert el tudsz venni egy, mondjuk, hogyha megismerkedsz három új haverral, mondjuk egy hostelba, vagy nem tudom, és akkor elmentek együtt vacsizni, akkor nem elosztja kell vele, elosztja. Így van. Ezt most tök sokat használtuk kint, ugye nyilván egy ilyen projekt felhúzásához, a Splitwise egy tök hasznos dolog volt. Úgyhogy most ez az új kedvenc. Jó van, szerintem kerek a történet. Eléggé. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm. Aztán akkor jövőre. Jövőre volt. Te jössz? Fenn van. Nekem nincs ilyen listám konkrétan, de fenn van azon, hogy egyszer majd. Akkor megyek de egyébként ez a rengeteg logisztika azért így... Fárasztott. Hát nem is, tehát hogy így az ember kétszer is meggondolja. Hogyha mondjuk nincsen, ha van helyi segítséged, az azért nagyon sokat ja. Csinál. Anélkül szerintem brutál nehéz. Hát talán a pálinkalón is, az talán ezért. De hát mondjuk, őket, igen, őket szerintem esetleg. Őket érdemes, nyilván ők is azért kapacitás függő, meg azért ez felvételi alapú. Én is magyar vagyok, meg szeretem a pálinkát, az lehet, hogy kevés lesz. Aha. Tehát én nem akarom rájuk buszítani mindenkit. Meg készülnek, építik az installációt, tehát oda... Hát így, persze, meg hát azért ott a báruk van, tehát hogy ott azért be kell állni, meg nem tudom. Igen, tehát hogy ők öltelenők a legközelebbi, meg a Juhéburnben érdemes elkezdeni gondolkozni az itthoni társaságban. Jó, hát köszönöm szépen. Nincs. Én köszönöm, tök jó volt. Sziasztok, köszönjük! Csá-csá! Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is. És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például a YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu, illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!